Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látják, köszöntöm Önöket. A híreket követően angol üzletemberek és Stockon Trent önkormányzati képviselőinek mostani pécsi látogatásáról tudósítunk és beszámolunk egy rendhagyó középiskolai programról. Stúdión vendége lesz Jávorszky Iván, a Junior Achievement Magyarország ügyvezető igazgatója, műsorunk után pedig tőzsdei információkat hallhatnak. Az NGOI, a kistérségi területfejlesztési társulás holnap ülésezik Mecsek-Nádasdon. A tanácskozás egyik legfontosabb témája egy új kezdeményezés, az inkubátorház hálózat kiépítése Baranya megyében. Emellett dr. Weckler Ferenc, a társulás elnöke, a területfejlesztési törvény módosításáról informálja a tagokat, a Honvédelmi Minisztérium megbízottja az NGO-n létesítendő radarállomásról tart majd tájékoztatót. Stockon Trent angol város és Pécs önkormányzata sikeres pályázatának célja gazdaságfejlesztési stratégia készítése városunk számára. Ennek keretében most angol üzletemberek és Stockváros vezetői látogattak Pécsre, hogy az itteni vállalkozások életével és a térség gazdaságával ismerkedjenek. Két pécsi középiskolában nagy bummal ért véget ma a tanítás. A Lővei Klára és a Nagy Lajos gimnáziumban nem a diákok csínytevései, hanem egy érdekes program keltette fel a figyelmet. Bum, vagyis biznisz ma mindenkinek az elnevezése, annak az országban számos középiskolát érintő programnak, amely az üzleti élet nagyjait csábítja vissza az iskolába. Tavaly találtuk ki, akkor 25 középiskolában volt a diákoknak arra a lehetősége, hogy a gazdasági élet szereplőivel, cégek vezetőivel, gazdasági szakemberekkel beszélgessenek. Idén ez az iskolák köre ez megduplázódott, tehát közel 50 iskolában országszerte csináljuk ezt a programot. Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban, Janus gimnázium, Babics gimnázium és itt a Lővei gimnáziumban. Az érettségi előtt álló és közgazdasági érdeklődésű diákoknak hárman, dr. Misáknyi Schmittenikő, a Pécs Plaza marketing igazgatója, dr. Tiles György, az Európa Ház igazgatóhelyettese és Rostás Attila, a Grupp Schneider RT irodavezetője adták át tapasztalataikat az üzleti életről és a karrier lehetőségekről. A magyar ifjúság igazán az Európai Unió, az európai szellem ifjúsága legyen, az nagyon komoly tanulmányokra van szükség, és az európai szellem kialakításához pedig nagyon sok személyes élményre. Erre próbálok majd rávilágítani. Én megpróbálom őket arra felé orientálni, hogy bármely területre specializálódnak, már a tananyagokban, az egyetemi tananyagokban is komoly helyet, beépített helyet foglal az Európai Uniós ismeretek. Megpróbálom arra fölhívni a figyelmüket, hogy erre még maguknak is nagyon sokat kell készülniük, azon kívül, amit az egyetemen a fejükbe öntenek. A program nem csak a tapasztalatok megosztását célozza, hanem az üzleti, gazdasági világ jobb megismerését is. Ezért az üzletemberek bemutatkozása után a diákok kérdéseket tehetek fel az előadóknak. A rövid fórum mindenképpen a felvételiző diákok előnyére szolgált. Nagyon fontos, hogy az előadók kidomborítják a nyelvtudásnak a fontosságát, a számítástechnikai ismereteknek a fontosságát, azt, hogy gyakorlattal kell rendelkezni, hogy külföldön kell tanulni, hogy legyen egy diplománk, két diplománk, és mindenki elmondja, 90% az előadóknak, hogy az életben már folyamatosan kell tanulni. Tehát nincs olyan, hogy egy diplomát leraktam és utána dolgozom, hanem minden egyes munkahely megkívánja azt a folyamatos tanulást, ami az ember agyát életben tartja és serkenti. Mennyire hasznos ez az egyetemre készülő negyedikes diákoknak? Hát remélem, hogy nem riasztja el őket, hanem még megerősíti a hitükben, hogy jó helyet választottak, jó pályát választottak. A BOOM program gazdája a Junior Achievement Magyarország, egy olyan magánalapítvány, amelynek célja a korszerű és praktikus gazdasági üzleti ismeretek terjesztése az általános és középiskolás korosztály keretében. Stúdiónk vendége Jávorszky Iván, az alapítvány ügyvezető igazgatója, köszöntöm a stúdióban. Ön eredetileg történelemföldrajz szakos tanár. Hogyan került ide? Úgy van, én történelemföldrajz szakos tanár vagyok és gimnáziumban tanítottam. És én úgy éreztem, hogy nagyon sok okos dolgot tanítunk a diákoknak, tanítunk most is. Viszont egy dolgot azért alapvetően nem annyira, ez pedig az eligazodás a piacgazdaság körülményei között, abban a világban, amiben élünk. Gazdaság történelmet tanítunk, gazdaság földrajzot tanítunk, de ez nem az a közgazdaság, ami körülvesz minket.
A GEM amerikai indítatású program, ugye hogyan került ön kapcsolatba? Igen, ez egy non-profit franchise rendszerben működő alapítvány, a világ 106 országában dolgozik. Egy amerikai úr volt itt Virginiából tanulmányúton, és az én feladatom volt az, hogy megmutassam az országot, iskolákba elvigyem és vállalatokat mutassak be, hogy van-e érdeklődés a program iránt. Az én érdeklődésemet rögtön felkeltette, és szerencsére az iskolák és az üzleti élet érdeklődését is. Milyen pénzforrásokat tud megbiztosítani a magyar program számára? Alapvetően vállalatoktól, cégektől kapunk támogatásokat, de jelentős támogatásokat kapunk pályázatok útján is. Igen sok pályázatot írunk, a civil állampolgároktól 1%-os felajánlást is kaptunk, illetve azokat a pénzforrásokat próbáljuk megszerezni, amiket lehet. Az összegszerűleg mennyi? Összegszerűleg 20-30 millió forint az, amivel gazdálkodunk. Körülbelül ennek még a dupláját lehet számolni tárgyi támogatásokba, mert szerencsére igen sok vállalat segíti programunkat a tárgyi támogatásokkal. Mennyiben támaszkodnak az amerikai mintára, és mennyiben a saját ötleteikre? Vegyesen. Az ötlet Amerikából származott, a program 1919-ben Massachusetts államból indult ki. Mi az amerikai anyagokat és minden más, tehát a 106 ország anyagát használhatjuk, ugyanúgy használhatják a mi anyagainkat mások is. Középiskolai tananyag például a Princeton University-n készült, ezt a Magyar, Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemen adaptálták, illetve második körben azok a tanárok, akik tanítják a programot, így igen jól használható a diákok számára. Gondoltam itt egyébként arra a könyvre, ami itt van előttünk, és majd megpróbálom megmutatni. Ez mit tartalmaz? Mennyire jó ez a könyv? Én nagyon jókat hallottam róla. Ennek nagyon örülök, hogy ön is jókat hallott. Én is dicsérném, bár nem én írtam. Elég nagyon átfogó, nem egy elméleti, hanem egy gyakorlatorientált tudományt mutat be a gyerekeknek ábrákkal, 99-es statisztikákkal, grafikonokkal, rajzokkal. Tehát egy olyan anyagot biztosítunk a gyerekek számára, a diákok számára, ami jól használható, akár gimnáziumban, akár közgazdasági szakközépiskolában, akár egyéb szakközépiskolában. Hol lesz esetleg a következő helyszín? Most ugye a Lüléki Klára Gimnázium és a Nagy Lajos került sorra. Igen, ez egy országos rendezvénysorozat, ez a BUM. 50 középiskolát látogattunk meg, 50 gimnáziumot néztünk meg, és mentek el üzletemberek beszélgetni. Még hátra van Székesfehérvár, illetve Budapest. Budapesten a Toldi gimnáziumban lesz az áron rendezvény, ahol Pokornyi miniszter úr is jelen lesz. A rendezvénysorozat október-novemberben lesz, tavaly indult ez a második év, és nagyon sok iskola mondta, hogy jövőre is szeretné folytatni. Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy befáradt a stúdió. Köszönjük szépen, köszönjük a meghívást. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták, észrevételeiket, javaslataikat a szerkesztőség képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után. A Pécs TV nézőit. Jelentős forgalom mellett nagy részt emelkedtek a részvényárak a szerdai nap során a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index a kora délutáni órákban még 7550 pont felett járt, ekkor 120 ponttal járt magasabban az előző napi záróértékénél. Az utolsó fél órában azonban kissé visszaestek a részvényárak, az index végül is 50 pontos emelkedés után 7483 ponton fejezte be a napot.
A mai emelkedés nagyrészt három papír húzta felfelé, az egyrészt az OTP, a Richter, illetve a TVK részvénye. Az OTP 11.700 forintig erősödött, a TVK 4.200 forint közelében zárt. A Richter részvénye pedig 12.650-en fejezte be a napot, bárkor a délutáni órákban még 12.950 fölött is születtek rá kötések. A Richter részvényére bonyolódott a legnagyobb forgalom, több mint 5,5 milliárd forint értékben kötöttek rá üzleteket. Kisebb visszaesett a MOL és a MATÁV, mindkét papír 10%-kal zárt alacsonyabban. A Borsodkem 55 forintot erősödött, az Égisz részvénye pedig 130 forintot emelkedett. A kisebb likviditású papírok közül kettőt érdemes kiemelni, az egyik az Antenna Hungária, amely 7%-ot emelkedett, a másik pedig a Démász, amely 400 forint emelkedés után 19.400-on fejezte be a napot. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!